Sok szeretettel köszöntelek Nagy Veronika YouTube csatornáján. Ez a videóm Szent Mihály Arkangyal, Szent Gábriel Arkangyal és Szent Rafael Főangyal tiszteletére készült. Szeptember 29-én a három szent főangyalt ünnepeljük. A Szentírás tanúsága szerint Mihály Arkangyal a védelmező, ki olyan, mint az Isten, Gábriel Arkangyal, kinek nevének jelentése Isten ereje, és Rafael Arkangyal, Isten orvossága, gyógyító. Az arkangyalok Isten hírvivői, ők a közvetítők a teremtő és az emberek között. A főangyalok Isten fontos üzenetének hírvivői. Az angyalok életéről nincsenek az emberekéhez hasonló életrajzi adatok. Az angyalvilág létezését számos ószövetségi és újszövetségi írás tanúsítja. Az angyalok története a teremtéssel kezdődött. Isten próbára tette őket, szabad akaratuk lehetővé tette számukra a hűséget, a lázadóknak pedig a bukást. A hűségesek jutalma örök boldogság, a bukottak büntetése az örök kárhozat. Az arkangyalok, a mi személyes védő angyalaink vezetői, és mindegyiküknek különleges feladata van. Mihály arkangyalé a védelem, ezért ő a rendőröknek is védőszentje. Bátorságot és erőt ad, és átsegít életünk változásain. Az angyal Isten akaratának, végzéseinek, kegyelmének hírnöke, és egyben büntetésének végrehajtója is. Az utolsó ítélet angyalai választják el egymástól a jókat és a gonoszokat. Szüntelenül az Atya arcát nézik a mennyben. Isten nagy tetteinek közvetlen tanúi, és minden teremtmény előtt Isten dicséretét hirdetik. Aquinói Szent Tamás szerint Isten nem hagyja őrizet és védelem nélkül gyermekeit, amikor e világba küldi őket, különösen azokat nem, akik Krisztuséi. Az őrangyalok megóvhatnak veszélyektől, jósugallatokat adhatnak, figyelmeztetve a kísértésekre. Az angyalok, Krisztus segítői az üdvösség művében bemutatják Istennek a szentek imáit, a paradicsomba viszik az igazak lelkét. Mihály arkangyal a mennyei hadsereg vezére, aki lángpallossával lesújt a gonoszra, és fáradhatatlanul védelmezi a jót. Ő Isten harcos angyala, az égi seregek legmagasabb rangú vezetője, aki segíti a hozzáfordulókat, és a világ békéjének megvalósítására tör. Mihály arkangyal neve annyit jelent, Istenhez hasonló. Alakját képzőművészeti alkotásokon, általában talpikpáncélban vagy más harci öltözetben, lángpallossal kék fényben fürdő karddal a kezében, vagy mérleggel ábrázolják, utalva ezzel arra, hogy Mihály arkangyal feladata a rend helyreállítása és az igazak támogatása. Szent Mihály főangyalt már az ókeresztény korban nagy tisztelet övezte. Az 5. század elején Itáliában sok helyütt templomokat és kápolnákat szenteltek tiszteletére. A hagyomány szerint Mihály főangyal az 5. évszázad végén megjelent a dél-itáliai Gargano hegyen, ahol a pásztorok üldözőbe vettek egy vikát, mely egy hegyi barlangba menekült előlük. Hiába próbálták leteríteni, a nyilak lepattantak róla. Az esetet jelentették a város püspökének, aki 3 napos böjtöt és könyörgést rendelt el. Ezt követően a püspöknek megjelent Mihály arkangyal, s közölte, hogy a vika barlangja az ő szent helye. Monte Sant'Angelóban híres szentét állítottak neki. Mind a zsidó, mind a keresztény hagyományban a legnagyobb az angyalok közül. A lázadó angyalok elleni harc vezére volt az égben. Ebben a harcban a bukott angyalok lelettek taszítva a mennyből. Az égi seregek vezére a gonoszszal vívott harcban. Ő taszította le a földre az Isten ellen fellázadt, bukott arkangyalt, Lucifert. Mihály az ószövetségi választott nép védőangyala lett, és Isten újszövetségi népe védelmezőjeként is tiszteljük. Mózes testét halála után angyalok temették el ismeretlen helyre, nehogy a zsidók bálványként tisztelhessék. Mihály főangyal volt az, aki viaskodott a sátánnal, védve Mózes testét. Ő az az angyal, aki Dánielnek megviszi a hírt a szabadulásról és az óvásról. 492-ben megjelent Dél-Itáliában, Apuliában. Gargano hegyén 2 templom várja a búcsújárókat. Nagy Szent Gergely pápának Hadrianus császár mauzóleuma felett jelent meg a bűnbánati körmenet közben 590-ben, jelezve a nagypestis járvány végét. Az angyalvár tetején látható értszobra figyelmeztet minket Mihály jelenésére. Szintén híres búcsújáróhely a Normandia Mont Saint-Michel. A legenda szerint az arkangyal 708-ban Avranches püspökének álmában 3-szor megjelent, és kérte, hogy építsen tiszteletére egy óceáni sziklaszigeten kápolnát. Mihály képét hadseregek hímezték zászlaikra, például 955-ben a magyarok ellen Lecz mezején hadbaszállók, és az egyház is segítségül hívja a főangyalt a gonosz elleni küzdelemben. 13. Leó pápa imája. Szent Mihály arkangyal védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen. Szent István magának és királyi házának örök üdvösségére Mihálynak szentelte a Veszprémi székes egyházat. Szent Gábriel és Szent Rafael arkangyalok csak 1921-ben kerültek be a római naptárba. Gábriel főangyal a Szentírás szavai szerint az Úr előtt álló 7 főangyal egyike. Lángkövetek ők, akik az emberiséget irányítják. Szerepüket hasonlítják a 7 ágú gyertyatartóhoz. Isten világosságát terjesztik a történelem szentélyében. Jelképezik a Szentlélek 7 ajándékát, vagy a 7 szentséget. Gábriel nevének jelentése Isten ereje. Gábriel arkangyal a remény angyala, aki mindig reményt ad az embereknek. Ábrázolása mindig valami fensőbbségeset sejtett mindenkivel, akitől akárcsak Mihály arkangyaltól a gonosz fél. Hatalmas szárnyakkal ábrázolják, mely a természet feletti erejét jelképezi. Gábriel arkangyalt Isten hangjának is tartják. A megváltó, a megszabadító és Isten szabadság angyala. A Bibliában több alkalommal is megjelenik. Gábriel arkangyal a hivatottaknak Isten terveit hírül vitte. Dánielnek megjelent a fogság idején, s megmutatta az üdvtörténet fejlődését, a nagybirodalmak harcait és pusztulását, Izrael szabadulását és a messiás eljövendő országát. Megmagyarázta Gábor főangyal Dánielnek a különböző látomások értelmét. Lukács evangéliumában Zakariásnak megjelenve a főangyal a jeruzsálemi templomban hírül adta keresztelő Szent János születését és a megváltás elérkeztét. Magáról elmondja ekkor, hogy az Úr színe előtt áll. Názáretben Máriánál megjelenve a megtestesülést jelentette be, hogy közölje a szeplőtelen fogantatást, Jézus születését, és hogy ő lesz a messiás. Gábor arkangyal szavait idézzük minden üdvözlétben. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Mihály arkangyallal és Gábriel arkangyallal együtt ünnepeljük Rafael arkangyalt, ki egyike a 7 angyalnak, aki mindig kész arra, hogy az Úr színe elé lépjen. Rafael arkangyal jelentése, kit Isten meggyógyít, isteni gyógyító. Rafael az égi világ gyógyítója, a vándorok és utazók védője. Tevékenysége az isteni közbelépésben és tanácsadásban mutatkozik meg. Adott helyzetekben megérzésekkel mutatja meg, mivel segíthetjük elő a gyógyulásunkat. Rafael minden fizikai lény eredményes gyógyítója, így a házi és vadon élő állatok gyógyításában is segít, és hatása szinte rögtön észlelhető, mert az állatok nálunk sokkal fogékonyabbak a gyöngétségre és a szeretetteljes gondoskodásra. Rafael arkangyal segít meggyógyítani a testet, az elmét és a lelket, segít a tisztánlátásban. A Bibliában, Tóbiás könyvében olvashatunk Szent Rafael főangyalról, aki meggyógyította Tóbiás apját, a vak Tóbitot. Az ifjú Tóbiás kísérője, utazótársa volt. Rafaelt utazóként ábrázolják, szandálban, karján utazó köntösével és egyéb utazási felszereléssel, néha vízitökkel, és mint minden angyalnak, neki is szárnyai vannak. Segít nehéz helyzetekben, gyógyít, démont tesz ártalmatlanná. Nagy Szent Gergely egyháztanító Rafael arkangyalt Isten gyógyszerének nevezte. Rafael az emberek testi, szellemi és lelki szenvedéseinek gyógyításával megbízott arkangyal. Rafael arkangyal egyike a 7 angyalnak, aki mindig kész arra, hogy az Úr színe elé lépjen. Mihály arkangyal és Gábriel arkangyal képe megjelenik a Szent Koronán is. Az angyalok hivatását, a szolgálatot idézi a Szent Főangyalok ünnepén elhangzó mise könyörgés is. Istenünk! Te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. Ámen. Himnusz, imák angyalokhoz. Szent Mihályt küld el, könyörögve kérünk, béke angyalként a körünkbe Krisztus. Látogasson meg, s valahányszor eljön, hozza kegyelmed. Gábor is jöjjön, az erős, hatalmas. Üzz el tőlünk a gonosz kísértőt, templomunkat bűjavaiddal áldja látogatása. Rafaelt is küld, a nagy égi orvost, mennynek angyalát, hogy a sok betegnek gyógyulást hozzon, utas életünkben jóra vezessen. Krisztus, angyalnép örökös királya, add, hogy énekünk az övékkel együtt áldja mindig azt, aki egy, de három, és egyedül szent. Ámen.